Az együttműködésről szóló tájékoztatón Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, a megye gazdasági tevékenységét értékelve elmondta, Fejér büszke lehet azokra az eredményekre, amelyeket a településeivel, köztük kiemelten Székesfehérvárral közösen elértek. A legfőbb mutató számokra visszaigatkozunk, amiket ott elemeztünk. A gazdaság vonatkozásában az egyfőjétől GDP tekintetében Fejér megye a második helyre került az országos megyesorrendben. A bruttó átlagkereset vonatkozásában a harmadik helyen vagyunk, a vásárlóerő vonatkozásában a második helyen, ugye ilyenkor már az árindex is figyelembevételre került. Összességében az ipari teljesítmény termelés vonatkozásában második-harmadik helyen vagyunk. Cserpalkovics András az együttműködés fontosságát emelte ki, jelezve, ha megfelelő környezetet tud biztosítani az önkormányzat a vállalkozásoknak, akkor azok jól és hatékonyan tudnak működni, ez pedig jó a tulajdonosnak, a munkavállalónak és a városnak, tehát a székesfehérváriaknak egyaránt. Ha kölcsönhatás van, akkor mindenki közös érdeke, hogy együttműködésben tudjuk az ebben rejlő lehetőségeket kihasználni. Szerintem ez a megye és ezen ipari központ is, amit Székesfehérvárként szeretünk, az egyik legfontosabb gazdasági elvet tudja követni, ez egy nagyon heterogén gazdaság. Ami szerintem egy nagyon nagy érték és nagyon nagy stabilitás. Nagyon jól mutatta ezt a pandémiás helyzet, és a mai kihívások is, és amik láthatólag itt lesznek velünk még jó ideig, azok is mutatják, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy egy-egy iparágra koncentrál egy csak egy település vagy annak környezete, vagy minél több területen szeretne ott lenni, mégpedig jelentős gazdasági szereplőkkel, és azon belül a viszonylag kis cégektől a kifejezetten nagy cégekig. A 2021-ben elindult TOP+ program megyei szinten több mint 70 milliárd forint pályázati forrás biztosít a fejlesztési programok megvalósításához, tájékoztatott Petri László. A Fejér megyei kormányhivatal főigazgatója szerint egy olyan partnerség jön létre, amelyben a tagok tevékenységükkel hatékonyan és látványosan tudják támogatni a fejlesztési célokat. A Vállalkozók Országos Szövetségében olyan értékek vannak, amelyekre bátran lehet alapozni. Erről már Epel János, a VOSZ országos elnöke beszélt. A szervezet célja továbbra is az, hogy a Magyarországon működő vállalkozásoknak olyan érdekképviseleti szolgáltatási, fejlesztési lehetőségeket nyújtsanak, amelyekkel hatékonyabban, biztonságosabban működhetnek.